az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Szép jó reggelt kívánunk! Tehát ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazz Rádióban, mégpedig Gede Balázsral. És Kántor Andrével meg a kedves hallgatókkal, akik üzennek nekünk szerencsére, úgyhogy például azt mondja nekünk pengész, így a közlekedés előtt, hogy jó reggelt, uraim, croissant ide vagy oda, szerintem ciki február közepén újévi utalásokkal köszönteni minden kedves üzleti partnerünket és hallgatónkat. Kedves pengész, igen, lehet, hogy úgy érzed, hogy elkésett a dolog, de ilyenkor szokott lenni az üzleti reggeli a Jazzy Rádiónak, és ezzel szeretett volna kedveskedni ezekben a covidos időszakokban, szakokban a marketing osztály a kedves hallgatóknak és üzleti partnereknek, úgyhogy ezért uh, köszöntötték őket. Azt mondja, hogy ezen kívül uh, megfejtettük a Imrének az üzenetét, aki azt mondja, hogy eltűnt az a csúszka. Um, az a jazzyhu volt, uh, yeah igen, úgyhogy aki, de nem tűnt el, hanem volt egy ilyen nem valami... Alakult. Igen, nem tűnt el, csak átalakult. Úgyhogy tessék úgy keresni, vagy a millásregeli.hu-n. És akkor most nézzük a közlekedési infókat. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in. áll az M0, az M1 M7 felé. Most ment a tűzoltókocsi, dugó, még a szem ellát. Hát erre utaltam. A műsor elején reméltem, hogy nem kell ezt olvasni, de lényeg a lényeg, hogy nagyon rosszak a közlekedési viszonyok. Az a ker igen, mondja csak. Az útinform tájékoztatása szerint ott az m 0 autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 29-es kilométernél, <coughs> bocsánat, egy kamion keresztbe fordult az úton. A forgalom csak a belső sávon halad, az ellenkező elmúltos autópálya felé vezető oldalon a 6-os kilométertől torlódik a forgalomban baleset miatt, úgyhogy oda-vissza. Klassz a helyzet. Baleset történt a Keresztúri úton, a Lovasvölgyi utcánál, ugye ez ott a Jászberényi útnál van, úgyhogy ott is tessék vigyázni, hogy a fölött, úgyhogy hát nagyon-nagyon óvatosan közlekedjünk a mai napon. Na, hát van itt sok minden, amit a, ebben a blogban meg szeretnénk beszélni, hamarosan arról fogunk majd beszélgetni. Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével, hogy az államháztartásban összejött egy kis extra pénz, de ez valószínűleg hamar el fog onnan párologni hogy miért, azt majd ő el fogja mondani némi GDP inflációs kilátással együtt. Ezen kívül a vendéglátósoknak, a vendéglátóiparnak a megmentésére tett kísérletekről lesz szó. A bérleti díjak elengedésével kapcsolatban fogunk majd Kis Ambrús főpolgármester helyettessel beszélni Budapest rovatunkban. Heti alapozónkban pedig Tunkli Danival a Redditről, a Bitcoinról és a Wall Street Betsről erről az egész jelenségről. De most egy olyan hír van, amit mindenféleképpen el kell mondani és beszélni kell róla. Elhúnyt ugyanis Larry Flint, a provokátor, a pornómágnás, ugye, aki a, a szólásszabadság bajnoka lett. Azért mondtam, hogy a provokátor, mert ezzel a címmel jelent meg magyarul az a film, amit talán a Milos formán rendezett, igen, és az Oliver Stone volt a producere. És a Woody Harrelson játszott Larry Flintet. Larry Flint a provokátor volt az eredeti címen The People vs. Larry Flint, egy 96-os dráma uh, volt ez, és hát maga az egész uh, Larry Flint uh, életmű meg, meg élettörténet, az uh, barami érdekes. Uh, 78 éves korában hunyt el uh, Larry Flint, a Hustler uh, pornómagazin alapítója uh, Los Angeles-i kórházban, vagy egészségközpontban, szív elégtelenségben, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan, olyan szavakkal illették őt, ami hát nem biztos, hogy annyira... Tehát a szólásszabadságnak az úttörője, vagy, vagy nem tudom, bajnoka, az egy dolog, de a mocsok kufár. Mocsok kufár. Igen, igen. Meg, meg ilyen, hát azért elég kemény. Hát és uh, ugye az, hogy tolószékbe lehetett látni az utóbbi jó pár évben, az is annak az oka, hogy um, eléggé, tehát akkor, amikor a Hasler indult, vagy rá nem sokkal elég nagy felháborodást hozott ez az amerikai társadalomban egyeseknél, és rálőttek egy alkalommal, Igen. amit túlélt, de lebénult. Igen. Jön, Úgy történt igen. az ő élete, hogy Kentakiban született 42-ben, és rögtön meglátta a szexiparban lévő pénzmennyiséget, mert ohio több strip bárt nyitott, és innen indult el útjára a Hustler magazin, ami egy ezeknek a kluboknak írt ilyen marketing hírlevélből nőtte ki magát magazinná. 1974-re, és hát több olyan dolog volt, ami miatt rengeteg per bekeveredett, meg ami miatt híres lett, de az egyik a legfontosabb az az, amikor a John F. Kennedy özvegyének, Jacqueline Onassisnak mesztelen fotóit megjelentette 1975 nyarán publikálta ezeket a fotókat, ekkor, akkor a lapot egy millió példányban adta el. Na, abba be is, a zsugan, abba be is. jött egy kis zsugam. Abba az a zsugam. Biztos volt benne, hogy, hogy azt megveszik, hát meg is vették. É, és hát utána aztán utána rengeteg öm, olyan perjött, ami ami, 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 hát a címlapokra, címlapokon tartotta őt folyamatosan. Többek között, és nagyon érdekes most így visszatekinteni erre, ugye különböző ilyen karikatúrákkal kapcsolatos vallási problémák, meg milyen perek miatt, hogy 1983-ban, ez volt a leghíresebb per, amikor Jerry Falwell tiszteletes indította ellene, egy karikatúra miatt, amely szerint Folwell tiszteletes első kalandját a saját édesanyjával élte át, és hát ez erről a karikatúra, úgyhogy 50 millió dollár kártérítést követelt rágalmazás miatt a Folwell, bár az alsóbrendű bíróságok a tiszteletes javára ítéltek, a legfelsőbb bíróság végül 8 a nullához arányban Flint javára ítélt, mondván, hogy egy szatirikus dolog volt ez a karikatúra, a szatira pedig az amerikai alkotmány első a szólás és sajtószabadságot garantáló kiegészítése alapján védett beszédnek minősül. Úgyhogy nagyon izgalmas uh, sztori, hát lehet olvasgatni, és a filmet talán újra megnézni, én úgy emlékszem, hogy egy nagy filmélmény volt. Sőt, annyi idők van, kettő filmet is meg lehet nézni, mert bár nem kapcsolódik szerintem Jimmy Flinthez és a Hustler magazinhoz, de van egy Hustlers nevű ja, uh, striptease táncosokról szóló film, azt hiszem két éve jelent meg, uh, a Wall Street pillangói. Ja igen, uh, igen, uh, igen. És igen. Hát szexmunkások, akik ilyen erotikus klubokban dolgoznak, és közben vendégeket kopasztanak, róluk szól a, a, film, úgyhogy akár a kettőt egymás után is megnézhetjük, és akkor ebben a témában nagyon tájékozottak leszünk. John Borno, az Albert befelé már áll csúnyán. Mond, mondassatok fel egy francia anyanyelvűvel a pesgős köszöntőket egy pigs aláfestéssel. <laughs> Írta nekünk HP. Oké, okay, köszönjük szépen. Baleset az M0-áson jó műsort írt a doktor Répa. Igen, ez az, amiről azt hiszem beszéltünk a 29, igen, a kamion keresztbe fordulva. Igen, most pedig gyorsan egy főhajtás és tisztelgés serél Crow előtt, aki örök fiatal, és nem is tűnik fel nekünk, hogy 60 kettes születésű, a mai napon született, a következő muzsika neki szól, aztán utána megnézzük ezt az államháztartási extrát. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni,